Magas páratartalom esetén már a 36 fok feletti hőmérséklet megviseli az emberi szervezetet, főleg, hogyha nehéz fizikai munkát végez. Az irodában dolgozóknak segít a légkondicionáló, a szabad ég alatt dolgozóknak viszont nincs választási lehetőségük, nem állhatnak meg a munkával. Sáspánvízre, egy kis hűvös remenésre, ekkor ugye megpihen az ember, mert ezt másképp nem lehet elviselni. Amennyiben a hőmérséklet 40 fok fölé emelkedik, a munkaügyi felügyelőség korlátozhatja a szabadban végzett munkát. Volt pár év ezelőtt, akkor csökkentett munkaidővel dolgoztunk, korábban kezdtünk előbb dél egyig, és akkor rá lett hagyva a munka, és akkor mentünk haza. A rekkenő hőség könnyebb elviselése érdekében különböző trükkökhöz folyamodnak az emberek. Van, aki a régi, jól bevált módszerekben bízik, nappal besötétít, és csak éjszakára nyitja ki az ablakot. Én a klímaberendezést nem tűröm, ventilátort sem használok. Este szellőztetek, húzatozok, és akkor így. Vannak, akiket nem zavar az erős nap, igaz, azt mondják, ehhez hozzá kell szokni. Hozzá kell szokni, el kell tavasszal kezdeni, akkor fokozatosan minden nap. Akkor én most nem lehet egyből elkezdeni napozni, hát napszulás kap az ember. Sok folyadék, természetes anyagokból készült ruhák, gyakori tusolás és könnyű ételek. Ezek a kulcsfontosságú dolgok a forróság könnyebb elviseléséhez. Szakemberek pedig továbbá azt tanácsolják, hogy aki csak teheti, ne menjen ki a napra 11 és 17 óra között.